Napjainkban a világot komoly konfliktusok árnyékolják be. Ilyenkor még nagyobb szükség van arra, hogy két baráti, szomszédos ország egységes legyen. Magyarország és Szerbia az elmúlt 10 évben kölcsönös tiszteleten alapuló gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki. Ez a kapcsolat az idő múltával egyre csak erősödik, mondta el Magyar József, Magyarország belgrádi nagykövete. Külön örömet jelent számomra, hogy Magyarország belgrádi nagköveteként első alkalommal találkozhatok önökkel a nemzeti ünnepi fogadásunkon. Fél éves külszolgálatom alatt sikerült már számos partnerre szert tennem, de az egyik legfőbb célom, hogy a kiváló magyar-szerb kapcsolatok további erősítése önökkel és a leendő barátainkkal. Vasútépítés, energiaellátás, sport. Csak néhány azon területek közül, amelyeken a két ország segíti egymást, vagy közös célokat valósít meg. Nagy hangsúly van fektetve egymás kultúrájának a megismertetésére is, mondták el az ünnepi fogadáson. Készülünk olyan produkciókkal, amik szerintem még eddig nem voltak Szerbiában. A jövő évre pedig szeretnénk egy olyan különleges programcsomagot összerakni, ami megmutatja azt, hogy az elmúlt években, amit elértünk a kulturális kapcsolatok terén, az mennyire sok mindenre kiterjed, legyen az kiállítás, legyen az koncert, legyen az igazából színház. Magyarország továbbra is küzdeni fog azért, hogy Szerbia mielőbb az Európai Unió tagja legyen, hangzott el az eseményen.